Nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola kertvárosi tagintézménye egy nagyon értékes pályázatot nyert el, amelynek köszönhetően már legózhatnak is a gyerekek az iskolában. Ezzel indítjuk a víkend második részét. Különleges napra ébredtek a kertvárosi iskola diákjai kedden reggel, hiszen nem a szokásos tanítási nap várta őket. Reggel 9 órától az ünnepi műsort követően birtokba vehették a Lego Mennyországgá alakult tornacsarnokot és a közel 5 millió forintból kialakított kültéri tantermet. Az ebédig tartó programsorozatban az iskola 17 osztálya és néhány óvodás forgórendszerben különböző állomásokra érkezve feladatokat oldott meg és gyűjtött pontokat. Minden állomás más-más témakörrel és lehetőséggel várta a gyerekeket. A feladatokat úgy állították össze, hogy azokkal könnyen fejleszthessék a kicsik képességeit és készségeit. Számunkra nem az adomány része a fontos, inkább ez a rendezvény, ahol dolgozókon keresztül ugye elérjük a helyi kisközösségeket, gyerekeket természetesen. Lehetőséget adunk a gyerekeknek arra, hogy egy iskolai tanórán, gyakorlatilag iskolai tanítási napon játszanak, különböző aktivitásokba vegyenek részt, kicsit megmozgassák az agyukat, máshogy, mint egy szokásos tanítási napon. Kognitív, fizikai, kreatív készségeket, emocionális készségeket, ugye finom motorika például, amikor összepakolják a gyerekeket. Mindenféle korban más és más, nyilván aktivitásoktól függ az, hogy az adott játék éppen mire tanítja a gyerekeket. Itt például mögöttünk ebben az ömlesztett kocka tengerben megépíthetik álmaik iskoláját, vagy hogy hogyan képzelik el az iskolaudvart, de van, aki egyszerűen csak egy lovas akadémiát épít. Gyakorlatilag a kreativitás az, ami megmutatkozik ebben az állomáson, ezen az állomáson. Nos, kedves nézők, hát itt a stúdióban is természetesen legókkal farkas szemet nézünk, nem egyedül, hiszen Horváth Néreményi Lívia igazgató helyettes, és két nagyon cuki diák érkezett, Tamás Janka és Márton Péter. Tehát a kertvárosi tagintézményből érkeztetek, akkor nagy buli volt a héten, ugye? Nem is kellett tanulni? Hát. Nem igazán. Nem igazán. Most még azért, amúgy is ez a szeptember azért szerintem nagyon megterhelő, így hirtelen a nyár után belecsöppenni, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ti játékosan kezdtetek. A kertvárosi általános iskola nem csak erről híres többek között, hanem azért mindenféle jó dolgot próbáltok megtanulni, átvenni, jó gyakorlatokat, és ugye boldog iskola is lettetek a tavalyi évben. Hát ehhez azt gondolom, hogy kellett is ez a sok-sok játék. Mennyire volt meglepő, hogy megnyertétek ezt a pályázatot? Mi nagyon-nagyon szerettük volna, nagyon készültünk rá. Januárban megírtuk a pályázatot, és hát nagy meglepetésünkre így szeptemberre már el is készült a Filagúria, ami a nagy ékessége volt ennek a pályázatnak. Szívünk vágya volt már régen egy külső tanterem megvalósítása, és ezt olyan módon gondoltuk, hogy mindenképpen legyen teteje, hogy ne csak abban az időben lehessen használni, amikor alkalmas rá a természet engedi, hogy kimenjünk, hanem akkor is, amikor esetleg egy kicsit esik az eső, csepereg, picit borongósabb, de használható legyen. Mit szóltok ehhez, hogy gyakorlatilag, hogyha van valami jó ötlet, akkor abból tényleg meg lehet valósítani, akár egy iskola épületben is jó dolgokat. Nyomon követtétek ezt a pályázatot? Tudtátok, hogy mi zajlik a háttérben? Vagy csak most belecsöppentetek a jóba? Hát igazából most csöppentünk bele, főleg, de rengeteg pályázatot nyertünk már, például tavaly is ez a menőmenze a projekt, aminek a kapcsán a tankertet is műveltük, egész nyáron bejártunk a többiekkel. Ez hogy nézett ki? Ez nagyon izgalmas mesély. Tehát nyitva volt a suli, és be kellett mennünk? Nyitva volt a suli, és szerdánként mindig be kellett mennünk. És mit termesztettetek? Fú, hát többnyire hagymát, répát, meg most egy csomó halloweeni tök is megnőtt ott a kertben, és ebből majd, ha jól tudom, tök faragó verseny is lesz osztályonként.
Akkor az iskola neve kötelező, ugye ez a kertvárosi iskola, itt muszáj volt egy jó kis kertet csinálni. És maga ez a boldogság suli, a boldogság órák, azok milyen hatással vannak rátok, diákokra, mondjuk az osztályközösségekre? Szerintem nagyon jó hatással vannak rá, mivel így jobban össze tudják kovácsolni az osztályközösséget. Hanyadikosok vagytok? Nyolcadikosok. Hú, hát akkor most már nem sokáig koptatjátok itt a padokat. Ha visszagondoltok az elmúlt 8 évre, mik voltak a legszebb emlékeitek? Jó nehéz kérdés, nem készültünk rá. Ezért majd kapok odakint. Hát igazából így az iskolai programokra így visszagondolva. A sok-sok pályázat, ugye, amiket ezen... Na. Mondjad bátran. Amiket ezek keretéből nyertünk, és ugye a programok. Neked? Hát főleg, amikor az osztálytársainkkal is mentünk kirándulni például, meg különféle... Hát főleg az osztálykirándulások, ugye, de voltak ilyen az iskolában megrendezett kerti partik, a gyereknapok például. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz dolga van ma az iskolának, mert egyrészt van egy borzalmas nagy tananyag, amit azért a diákoknak csak el kell sajátítani. Másrészt ugye maga a gyerekek szabadideje is nagyon megváltozott, tehát hozzá vannak szokva ahhoz, hogy az ingerküszöbük nagyon fönn van, így frontálisan nem igazán lehet célt érni. Tehát színesnek is kell lenni, izgalmasnak is, ugyanakkor tényleg azért tanulni is. Mi a ti elképzelésetek, hogyan lehet ezt jól csinálni? A kertváros pont ezért különleges, mert annyiféle programot és lehetőséget nyújt a gyerekek számára, ami miatt igazán családias is tud lenni, de nagyon különleges is azok miatt, a lehetőségek miatt, amit kihasználhatnak a gyerekek, meg a pedagógusok is. Most ettől az évtől például a plusz dolog, amit bevezettünk, a jóga. Kicsiknek is van gyerekjóga, felnőtteknek is csináltunk felnőtt jógát, és hát ezt nagyon-nagyon élvezik. Tanulnak olyan technikákat, amivel le tudják nyugtatni magukat, meg magáért, az egészségért is nagyon fontos tenni. De egy picit visszatérve a legúshoz, hogyha megengedem, mert annyira csodás dolgokat műveltek, képzeld el, hogy minden osztálynak azt a feladatot adtuk, hogy úgy készüljenek már erre a napra, hogy ugye 20 perc állt rendelkezésükre, 8 helyszín volt, és akkor körbe kellett menni különböző menetlevelek segítségével, és azt kértük tőlük, hogy készítsenek el egy olyan iskolát, amilyet ők elképzelnek, hogy milyen lesz a jövő kertvárosi iskolája. És olyan ötletek születtek, azt kértük tőlük, hogy a fenntarthatóság jegyében zajlódjon ez a dolog, azt tartsák szem előtt, és hát fantasztikus ötleteket kaptunk a jövőre nézve. Ilyen például a lombház, vagy nagyon tetszett, hogy például a testi egészségnek is teret adva ugye az uszoda megépült ezekben a művekben, akkor nagyon... Ezek szerintem napelemek vagy. Napelemek, tudom, bizonyám, napelemek az energiafelhasználás, de erről szerintem most átadom Jankának a szót, mert szerintem ő jobban tudja ezt elemezni, igaz? Igen, a nyugati és a déli oldalra napelemeket helyeztünk. A bejáratnál található egy uszoda, amit ugye a sport miatt volt szükség rá, és van kinti terasz, ahol ebédelhetnek a gyerekek. Milyen jó ez, egészséges ételeket, akár a saját kertetekből. Meg a saját tankonyhánkban. Elképzelhető, ugye, hogy talán 30-40 év múlva, vagy 20 év múlva egy ilyen iskolába járnak majd a ti gyerekeitek. Számotokra mi a legfontosabb, hogy a jövő generációja mondjuk egy milyen iskolába üljön? Gondolkodtatok már ezen? Hát igazából tulajdonképpen az, amit ez az iskola is képvisel, hogy legyenek színes programok, érdekes elfoglaltságok, de azért a tanulás is menjen keményen. Hát szuper diákokat hoztál, ugye reméljük, hogy ez a jellemző ebben az általános iskolában. Ennyi izgalmas dolog, tudjuk, hogy szombaton is készültök, ugye Bringavárosra megy a suli, tavaly ti nyertétek meg. Milyen nagyobb dologra készültök? Vannak-e még olyan elképzelések, amivel az iskolát szépíteni lehetne? Rengeteg elképzelésünk van, de azért nem szeretek előre beszélni róla, mert akkor szeretek, amikor már teljesült. Úgyhogy ha most megrekadhatom az alkalmat, most volt egy jeles napunk, egy csodálatos napot töltöttünk az állatparkba, ott is minden osztálynak megvolt a maga kis feladata, és egy csodálatos reggeltől délutánig tartó napot tölthettünk ott, de nagyon-nagyon fontosak még azok a tevékenységek, amiket szerintem egyedülállóként csinál az iskolánk, hogy nagyon magas szintű fizika oktatás van, olyan országos versenyeket nyerünk, mindig a 8 állomás közül az egyik például a
vízrakéta kilövő verseny volt, amiben versenyeztek a gyerekek, akkor nagyon fontos nálunk a robotika, az interaktív táblák szinte nagy számban megtalálhatók az alsós osztályokban mindegyikben, most az a terv, hogy ugye a felsős osztály mindegyikében legyen. Aztán nagyon jó nekünk, hogy a játszótér is ott van mellettünk, és ki tudjuk használni, hát ez egy óriási lehetőség, hogy a ebéd után ki tudjuk odavinni a gyerekeket, és szabadon tudjuk egy kicsit engedni őket. Hát a magas oktatási minőség, a kreativitás, a fantázia, a szeretet ötvöződik tulajdonképpen ebben az iskolában, és akinek ennyire gyönyörű és aranyos igazgató helyettes nénie van, ott nem lehet senkinek oka a panaszra, úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Mi köszönjük a lehetőséget. Játékos hangulatot varázsoltatok ide a Weekend stúdiójába. Kedves nézők, a gyerekek szívéhez nem csak a legózáson átvezethet az út, hanem akár a négy lábúakon keresztül is. A következő percekben a kutyák és a sport szerelmeseinek kínálunk programot. Ismét egy nagy rendezvényre készül az Állatbarát Alapítvány, egy különleges alkalomból tulajdonképpen. Mi lesz most a következő nagy rendezvényetek? Október 4-e az Állatok Világnapja nemzetközi szinten, és természetesen mi is megünnepeljük lehetőségeinkhez mérten. Igyekeztünk olyan programot kitalálni, ami még nem volt nálunk itt az Állatbarát Alapítványnál, viszont azt tesszük észre, hogy nagy népszerűségnek örvend az, hogy állatokkal mozoghatnak ugye az emberek, és azt gondoltuk, hogy miért ne kötnénk össze a kellemeset a hasznossal. Egy futóversenyt rendezünk, a nyíregyházi erdei tornapályától indul ugye ez a verseny, egészen a sínekig, ugye aki rendszeres erdőlátogató azt tudja, hogy mit jelent ez az útvonal, ez kb. 5 kilométert jelent. Tulajdonképpen egy kutyás futást szervezünk, ami nem is igazából verseny, hiszen igazi nyertesek nincsenek, ugye lehet velük baktatni, sétálni, futni is akár, de a nyeremény az igazából a rengeteg kutyapuszti, ahogy ugye ki is írtuk, illetve hát a jó hangulat is remélhetőleg garantált. Van egy nevezés díjunk, ez ugye 3000 forint, ezt egy az egyben az állatainkra fogjuk fordítani, természetesen, mint ahogy minden rendezvényünknek a bevételét. Háromféle lehetősége van ugye azoknak az embereknek, akik szeretnének futni ezen a rendezvényen, lehet kutya nélkül is, remélhetőleg ezekből az emberekből lesz kevesebb, és hát lehet kutyával is futni, saját kutyust is lehet hozni, nagyon fontos saját kutyánál, hogy oltási bizonyítvánnyal rendelkezzen, tehát érvényes oltásokkal rendelkezzen a kutya, és a kiskönyvet is hozza magával a tulajdonos. Illetve hát ami extra, ugye a menhelyes kutyákkal is lehet futni. Egyszer már próbálkoztunk egy ilyen dologgal, ugye a tündöklő adventi sétánk alkalmával, ami arról szólt, hogy kijöttek ugye hozzánk a látogatók, és saját autókkal kivitték a kutyusainkat. Ennek nagyon nagy sikere volt, és ugye a kutyák is élvezték, hogy kicsit kiszakadnak ebből a megszokott környezetből, nem mindig ugyanazokat a köröket róják ugye a csatornaparton, ezért szeretnénk, hogyha ugye ez is most egy hasonló jellegű dolog lenne, ez egy erdei séta lesz, tehát lehet velük futni. Kiválasztottunk 20 kutyát, akik úgy gondoljuk, hogy elég aktívak ahhoz és elég sportosak, hogy simán végig fogják bírni ezt az 5 kilométert, akár futva, akár sétálva. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne ezen a rendezvényen részt venni. Ugye ez egy sportprogram gyakorlatilag, lesz-e valami kiegészítő program mellett a tornapályán, amire esetleg azokat is várjátok, akik mondjuk nem annyira sportosak és az 5 kilométert még esetleg gyalog is soknak tartják? Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk. Általában ugye már csak a nézelődés szempontjából is érdemes kijönni, hiszen ugye, ahogy említettem, rengeteg kutya lesz, tehát hogyha valaki csak úgy szeretne sétálni, kijönni, vagy családdal, vagy csak úgy bámészkodni, őket is szeretettel várjuk, és hát ugye amikor visszaérkeznek ugye a célból, akkor egy kis zsíros kenyérrel, forró teával szeretnénk őket megvendégelni. A futókat természetesen a nem futók is részesülhetnek ebből, és hát ehhez várjuk ugye azért önkéntesek segítségét is, akik segítenek nekünk kenyeret kenni, esetleg teát főzni, teát osztani. Úgyhogy tulajdonképpen egy jó kis családi programnak nézünk elébe. Nem lesz semmi külön extra dolog ezen kívül, viszont úgy gondoljuk, hogy maga a jó hangulat miatt is, és hát egy kicsit a mozgás, a friss levegő miatt is nagyon érdemes hozzánk kilátogatni. Ugye nálatok, amikor rendezvény van, akkor nagyon sokszor lehetőség van arra is, hogy valaki örökbe fogadjon négy lábúakat. Ez most is így lesz, mert ugye említetted, hogy lesz 20 kutya, aki kijöhet és sportolhat egyet. Igen, hát ugye helyszíni örökbefogadási lehetőség nincsen, hiszen ugye elvárjuk azért azt az örökbefogadóinktól, hogy megismerkedjenek a kutyáinkkal, és hát többszöri látogatás történjen, ugyanis felnőtt kutyákról fogunk beszélni. Ezek a kutyák ugye úgy kerülnek be hozzánk, hogy rossz körülmények közül
utcáról, ne adj Isten, bántalmazás áldozatai, és ugye elég hosszú idő, amíg összerakjuk a kis lelküket, testüket ahhoz, hogy gazdihoz költözhessenek. Azért fontos a látogatás, ugye sokan meglepődnek rajta, hogy miért kell nekem háromszor kijönnöm akár egy menhelyre, hogy én elvihassak innen egy kutyát. Azért, mert nekik ez a biztonság itt, tehát ők megszokták azt, hogy itt vannak, velünk vannak, minket ismernek, és nem nagyon szeretnénk kockáztatni azt, hogy kikerül egy idegen helyre, egy idegen családhoz, és ugye az első éjszaka esetleg bepánikoljon. Viszont nagyon pozitív szokott lenni ugye a többszöri látogatás, hiszen egy idő után, akár már a második alkalommal is, a kutya nem felejti el, hogy kisétált vele, és nagyon-nagyon örömmel fogadja egyébként a látogatót, és ugye a harmadik alkalommal már teljesen biztonságosan és örömmel mehet vele haza. Meg lehet velük ismerkedni természetesen itt is. Akik kimennek most velünk, illetve kijönnek most velünk a tornapályára, mind kivétel nélkül örökbefogadhatóak, és hát talán mondhatni, hogy a legnagyobb szükségük nekik van erre, hogy örökbe menjenek, hiszen ahogy mondtam, aktív, sportos kutyákat választottunk ki, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy elsődlegesen ők jussanak olyan lehetőséghez, hogy ne egy 20 négyzetméteres kenelben napi vagy heti egyszeri mozgással éljék az életüket, hanem esetleg egy olyan gazdi valaki elmegy velük sétálni, mozogni, van egy hatalmas kert, esetleg egy meleg, szerető otthon, család, lakás megfelelő mozgással, úgyhogy tényleg akik kijönnek most velünk, nekik extra fontos az, hogy mi hamarabb gazdira és családra találjanak. Hogyha én most kedvet kaptam ahhoz, hogy egy kutyussal sétáljak, vagy sportoljak, vagy fussak egy jót, akkor a ti általatok kiválasztottak közül, hogy tudom én kiválasztani azt, hogy ki lesz nekem a legideálisabb erre a napra, és hogyan kezdjük el egyáltalán együtt ezt a napot? Van egy 20-as listánk, ugye? Már most jó páran jelentkeztek. Rendszeres sétáltatóink voltak az elsők természetesen, akik jelentkeztek ugye erre. Nekik már alapból van egy-két kedvencük, akit úgymond lefoglaltak. Természetesen ugye a legtöbb kutya amúgy is a listának a része volt. Viszont, hogyha valaki mondjuk jelentkezik, akkor nagyon szívesen elküldjük a neveket, hogy kik azok, akik közül még lehet választani, és a honlapunkon, a www.állatbarát.com oldalon meg tudják nézni ezeket a kutyákat, hogy milyenek külsőleg, milyen az alaptermészetük. És tulajdonképpen ennyi a lényege a dolognak. Vannak olyan jelentkezők, akik több kutyával is szeretnének menni, tehát mondjuk családok jelentkeztek, baráti társaságok, akik 2-3 kutyát is kivinnének. Ilyenkor ugye fontos, hogyha egy autóval vannak szállítva a kutyusok, akkor kompatibilisek legyenek egymással. Tehát olyan kutyákat adunk az ilyen jelentkezőknek, akik ismerik egymást, tehát egy kenelben laknak egyébként is, hogy nehogy bármiféle probléma történjen. De alapjában véve is nagyon figyelünk arra, hogy olyan kutyák menjenek ki, akik egyébként kompatibilisek másokkal, akár idegen kutyákkal is, tehát semmiféleképpen ne történjen esetlegesen verekedés vagy bármi sérülés, hiszen azért fontos, hogy nyilván, hogy jó benyomást keltsünk, illetve hát a kutyák is. Most már csak egy dolog maradt hátra, egy pontos dátum, időpont, helyszín, hova várjátok a négylábúak szerelmeseit? Október 5-én lesz ez a rendezvény, Nyíregyházán, az erdei tornapályánál van ugye a találkozó, ott lesz egy regisztrációs pult. Tulajdonképpen 8-tól fél 10-ig várjuk, ugye a reggel 8-tól fél 10-ig várjuk ugye a regisztrálni kívánókat, viszont aki hamarabb szeretne, annak van lehetőség arra, hogy itt nálunk az állatotthonba kijöjjön és előre regisztráljon, hogy ne ott kelljen ugye a tömegben átsorogni úgymond. 9:30-kor lezárjuk a regisztrációt, és 10 órakor elstartol a remélhetőleg jó nagy csapat. Aztán hát meglátjuk, hogy ki hogyan, sétálva, futva, baktatva, poroszkálva, de remélhetőleg mindenki teljesíteni fogja ezt a távot. 10 órakor ugye elindul az egész, és utána, amikor visszaérkeznek a futók, sétálók, baktatók, akkor pedig vendégeink egy-egy kis zsíros kenyérre, süteményre, illetve forró teára is. A gyerekek, és egyébként a szülők is, nem csak a kutyusokkal szeretnek játszani, hanem különböző kütyükkel is, például fényképezőgépekkel, sőt, van, aki készíteni is tud kamerákat, vendégünk Soltész István, azt gondolom, hogy egy ilyen különleges ember. Szia István, jó estét! Üdvözlöm! Hát amikor itt ugye néhány másodperccel ezelőtt azt mondtam, hogy kütyű, és közben én már tudtam, hogy miket hoztál, akkor arra gondoltam, hogy szentségtörés lenne ezeket a gyönyörű kamerákat ezzel a jelzővel illetni, hiszen ezek remek művek. Mesélj egy kicsit a te utadról, hogyan jutottál el ide, hogy ilyen gyönyörűségeket alkoss?
Hát egyrészt kellett valami készség vagy elkötelezettség a műszaki dolgok irányába, de közben elég fiatalon a fényképezéshez is közöm lett, ez olyan 16 éves koromban történt. Édesapám amatőr fotográfus volt, és nagyon korán ő meghalt, és hát valahogy próbáltam vele kapcsolatot tartani, és a fényképezés így került be az életembe. Közben folyamatosan műszaki jellegű iskolákba jártam, középiskolába is, főiskolára is, gépész lettem, így ez a kétfajta készség valahogy találkozott. Aztán amikor a 90-es évek elején komolyabban kapcsolatba kerültem a fényképezéssel, akkor nyilván nagy vágyam volt, hogy az úgynevezett nagy formátumú kamerákkal is kapcsolatba kerüljek, és akkoriban Magyarországon ilyeneket nem igazán lehetett kapni, úgyhogy úgy határoztam, hogy akkor csinálok én magamnak fényképezőgépet. Egyszerűbb, mint felkutatni a forrást. Ez 96-ban volt, mikor az első kamera elkészült, nem volt tökéletes, de tudtam vele fényképezni, és akkor szép lassacskán a környezetem is megismerte ezeket a kamerákat, míg nem, azt hiszem 2001-ben jutottam el odáig, hogy az első megrendelésre készült kamera elkészült. Azóta bőven túl vagyok már a 100-on, a 100. a Magyar Fotográfiai Múzeumban van. Milyen előtanulmány, nyilván a tanulmányaid felkészítettek, de milyen kutatómunkát végeztél azelőtt, mielőtt az első művedet megalkottad? Hiszen akkor még szerintem az interneten annyira nem lehetett. Hát internet már volt, képeket lehetett látni, egy-két régebbi gyártású kamerát fogtam a kezembe, úgyhogy ezeket az információkat raktam össze, és hát kellett jó néhány év, míg kialakult az a gyártmány struktúra, ami most elérhető. Tulajdonképpen nem tudom, hogy mennyire vagy magányos farkas ebben a műfajban, vagy keresed-e a társakat a nagyvilágban. Vannak mások is, akik ennek a szenvedélynek és ennek a mesterségnek hódolnak? Van néhány pici manufaktúra szerte a világban, és hát egy-két olyan magányos gyártó is azért bőven előfordul. Én most úgy veszem észre, hogy egyre többen vannak, bár lehet, hogy csak azért látszik, hogy többen vannak, mert az internet által megismerhető most már ez a fajta tevékenység is, de azért ez mindenképpen egy nagyon szűk piac, és nagyon kevesen vagyunk. Tulajdonképpen technikailag tudnak ugyanannyit, mint mondjuk egy átlagos fényképezőgép, vagy azért nem ez irányba kell menni, amikor ezekről a gépekről beszélgetünk, gondolkodunk? Hát nem feltétlenül kell összehasonlítani akár egy kisebb méretű analóg fényképezéssel, akár a digitális fényképezőgépekkel. Ha technikai különbséget szeretnénk találni, az mindenképpen a felbontásban jár, felbontásban érzékelhető. Tehát itt például a legkisebb általam készített méret a 4x5 incses méret, ez durván 10x12,5 cm. Tehát ettől csak nagyobbak vannak. Készítettem már 50x60 cm-es képméretű fényképezőgépet is, és hát gondoljuk el, hogy mondjuk egy digitális eszközben, legyen az telefon vagy fényképezőgép, milyen picike érzékelő van. Tehát itt hatványozottan megnő azoknak a kép pontoknak a száma, ami végül is a képet alkotja, és hát ez bizony látszik egy képen, hogyha ezt egy falon, egy kiállításon. A másik dolog pedig a mentalitás, tehát hogy egy ilyen kazettába két filmet lehet tenni. Tehát nagyon átgondolja az ember, hogy mit fog lefényképezni. Tehát igen, aki ilyen eszközöket használ, az általában nem elmegy valahová úgy fényképezni, hogy majd közbe talál valami témát, ami majd ott neki jó lesz, hanem valószínűleg előre gondolkodik, visszajár helyszínekre. Úgyhogy ez egy ilyen kimért. Már csak azért is, most én egy picit így megemelem, mert nyilván azért van itt ezeknek a készülékeknek egy súlya, és hogy említetted, ugye ezek a legkisebbek. Haja, igen, tehát gondolom, 20 kilós is van. Tartoznak, különböző tartozékokkal vannak ellátva. Hogyne. Állványokkal, illetve egyéb dolgokkal. Nagyon érdekes az is, hogy valóban kik azok, akik beleszeretnek ezekbe a gépekbe, és nem csak mint egy kiállítási vagy esztétikai tárgy, hiszen egyébként nagyon jól mutat bármilyen interiőrben, hanem valóban használják is. Gondolom, hogy azért
erről az elmúlt 100 darabról szinte személyes élményeid vannak. Lehet valamiféle szociológiai kis, nem is tudom, tanulmányt összeállítani arról, hogy kik a vásárlóid? Hát igen, ez nagyon érdekes. Főleg külföldi vásárlóim vannak, és inkább a nagyobb kamerákat szoktam tudni értékesíteni, és az utóbbi időben egyre gyakrabban készítek úgynevezett kollódiumos nedves eljáráshoz fényképezőgépet. Na, erről az ilyen alkotók között elég sok olyan van, akinek nincs fotográfus előélete, vagy minimális van, és rögtön ezt a fajta tevékenységet kezdi el megismerni a fényképezésen belül. A kollódiumos nedves eljárás egy 1850 ben, tehát nem sokkal a fényképezés felfedezése után szabadalmaztatott eljárás volt, amiből sikerült egy ilyen gyors fényképészeti eljárást csinálni a fotográfusoknak. A lényege az, hogy ott a helyszínen kell fölönteni kollódiummal, ez gyapotnak étterben és alkoholban feloldott elegye, majd érzékenyíteni. És ez a lemez csak addig érzékeny, amíg nedves, azért is hívják nedves eljárásnak is. Ott rögtön be kell kazettázni, rögtön fényképezni kell rá, és az exponálás után rögtön elő kell hívni. Tehát ez egy több mint 100 éves eljárás, a végeredmény mégis az expozícióhoz képest néhány percen belül készen van. És hát elvarázsolja azt is, aki először csinálja ezt, no, meg azt is, akit fényképeznek. Leginkább portrékat készítenek kollódiumos eljárással, és hát nagyon sok egyedisége van, egyet megemlítenék, tehát, vagy, illetve kettőt, ami nagyon fontos, az egyik az, hogy ebből egy van, tehát nem lehet sokszorosítani, és ez tükörfordított kép. És mindenki úgy látja magát viszont egy ilyen képen, amikor egyébként is belenéz a tükörbe. A mi én képünk, a tükörképünk, a mai fotóeljárásokkal csupa olyan képet látunk viszont magunkról, amilyennek mások szoktak látni bennünket, de sosem olyat, amilyennek mi látjuk magunkat. Rettenetesen izgalmas. Hát én azt kívánom, hogy a te kis egy személyes manufaktúrád nagyon-nagyon sok és különleges gépet készítsen még, és sok-sok ember számára valamiféle olyan személyes élményt okozzon, amit ebben a nagyon-nagyon tárgyiasodott világban nagyon ritkán kap meg az ember. Igazi kincsek ezek, amiket itt megmutattál nekünk, úgyhogy köszönjük szépen. Én is köszönöm. Kedves nézőink, hát ennyi fért a mai Weekendbe. Ha valamiről lemaradtak volna, vagy újra néznék a műsort, remélem lesznek ilyenek is. A Kölcsei TV magazinok YouTube csatornán megtehetik ezt. Jövő héten újabb érdekes témákkal jövünk, tartsanak velünk akkor is. Kellemes hétvégét, jó pihenést kívánok kollégáim nevében, és viszontlátásra!